Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bajnok lett és feljutott az NB1-be a Kisvárdai KC. 240-en léptek szőnyegre a harmadik nyílsportkupán. A harmadik helyen zárta a szezont a Kölcsi DS-e. Ezüstérmet szereztek a nyíregyházi kadett kosarasok. Szombaton próbálja meg kiegyenlíteni hátrányát az NKS. 9. lett a Szuperligában a nyíregyházi Teke klub. Az Egri Eszterházi Főiskola elleni győzelemmel megszerezte a bajnoki címet és feljutott az NB1-be a Kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese az NB1-be zárófordulójában 30-25-re verte ellenfelét. Nem tudtam azt mondani a játékosoknak meccs előtt, hogy ti már mindent megtettetek, és ne foglalkozzatok a téttel. Tehát ez a meccs még mindig 3 esélyes volt. Tehát azt mondom, hogy érjük be a harmadik helyet, akkor lehet, hogy elég lett volna itt kiküldeni a meszt és a nadrágot. De nem így volt. Tehát itt 3 esélyes, most már 1 esélyes lett így, hogy tudjuk az eredményt. Ezért nem igazán tudtam levenni a terhet róluk. Nem pakoltam meg őket, de tudat alatt láttam, hogy igen-igen nagy az izgalom. Tavaly nyáron egy olyan keretet állítottatok össze, amelyik, amit említettük, a bemaradás célosztanak. Hogyan lett ebből a keretből egy bajnok csapat? Ebben a keretben van 8 sérülés utáni játékos, és hát nagyon-nagyon porciózva kellett a fizikai terhelést, és hát az, hogy 6 nációból álltak össze itt pedagógiailag is, ez egy borzalmas nehéz kihívás volt. Tehát én már sok szezont megcsináltam, nagyon nehéz szezonon vagyunk túl. Utólag igen-igen feszített volt, aztán azon vettük észre tényleg a tavasz folyamán, hogy ott vagyunk a dobogó környékén, és nem titok, utána lettek álmok, vágyak, egy kis presszió a háttérbe, és hát örülök, hogy vége van, és így van vége ennek a bajnokságnak. Hosszú sikerekben gazdag pályafutás sorban hová helyezed ezt a bajnoki címet és feljutást? Több csapatot följuttattam már egy osztállyal följebb, NB1-es ez a női csapatban a második, tehát a Nyíregyházát juttattam, és ezt. Nehézségi fokát illetően ez sokkal nehezebb volt. Nemrég fújták le ezt a meccset, de lehet-e már tudni valamit a csapat és a te jövődről? Egy szóval mondhatnám, hogy passz, de vannak autentikus személyek, akik majd itt a csapat jövőjét, szakmai vezérletét meg fogják oldani. Én már nem igazán szeretnék profi és csak a kispadon ülni, tanári hivatásomat nem adom föl. Amikor tavaly augusztusban a felkészülés kezdetén beszélgettünk, az mondta, hogy a biztos bemaradás a cél. Ehhez képest ott a bajnok csapat feliratú mez van rajta. Mi történt itt az elmúlt 10 hónapban? Felülmúltuk az elvárásokat. Meglepetés volt mindenkinek. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan áll össze a mi csapatunk, és ilyen sikeresek tudunk lenni. De nagyon sok szerencse kellett. Mikor kezdtétek el azt hinni, vagy mikor kezdtétek el elhinni, hogy akár odaérhettek az első helyre is, hiszen az Eger úgy tűnt nagyon sok erőt maga biztosan nyeri ezt a bajnokságot. Körülbelül egy 3 hete, amikor az Eger ugye elbukott 2 meccset is, amit hoznia kellett volna, akkor lett csak 1 pont köztünk a különbség, és akkor már reménykedtünk abban, hogy megnyerhetjük a bajnokságot. Nagyon sok helyről érkeztetek az elmúlt nyáron. Mikor lett csapat, igazán ez a csapat? Körülbelül egy fél éve, de még... Tehát igazából egy csapat még nem tud összeállni ennyi idő alatt, de most már jobb, mint volt. Tehát már majdnem egy csapat, de csapatként küzdöttünk. Hát ez nem mindig jött ki teljesen, de mindent megtettünk. Tehát mindenki egyesével megtett mindent azért, hogy ma nyerhessünk. A mai meccs előtt mekkora volt rajtatok a nyomás, hiszen tudtátok, a ti nyertek bajnokok vagytok, ha az Eger nyert bajnok. Döntetlenül viszont valószínűleg a Kispesté lett volna az elsőség. Bevallom őszintén, például én nagyon izgultam az elején, és ez meg is látszott, de... Utána ez elmúlt. Tehát a meccs hevével szerintem mindenkiből kiment ez a nagy izgalom, és átvette a helyét a küzdelem és a hajtás. Közel 20 év után került vissza ismét az NB1-be a Kisvárdai női kézilabda csapat. Mit jelent ez a város a szurkolók számára egy olyan településen, ahol azért komoly tradíciója vannak ennek a sportágnak női vonalon? Kisvárda a büszke arra, hogy újra NB1-esek vagyunk. Büszke az egész város, mondhatom, vezetés, apraja, nagyja. Hála Istennek sikerült az utóbbi években egy olyan utánpótlás bázist kinevelnünk az itteni diákságra, ami lelkesítő. Láttuk, hogy több területen nyertünk bajnokságot, és én bízom benne, hogy ez a jövő, erre kell építenünk, és még egyszer mondom, határtalanul büszke vagyok arra, hogy újra NB1-esek vagyunk. Huszonhárom érmet, köztük 6 aranyat szereztek a megyebeli versenyzők a 3. nyílsportkupa nemzetközi birkózó versenyen. A Zrínyi Gimnázium csarnokában 28 csapat versenyzői léptek szőnyegre.
Összesen 240 versenyző vesz részt a versenyünkön, 28 egyesület, ezek közül 10 határon túli egyesület, Románia, Ukrajna és Szlovákia területéről. Mit kell tudni a szervező egyesületről? Az egyesületünk 2009-ben alakult, tehát most 7. éves. Hát fokozatosan fejlődtünk fel, most már ott tartunk, hogy olyan 15 fő stabil versenyző létszámmal rendelkezünk, durván 25-30 fő jár az edzéseinkre. Magyarországon a birkózás az egyik sikersportág, mennyire népszerű itt Nyíregyházán? Egyre népszerű, köszönhető annak is, hogy emellett, hogy ilyen versenyeket rendezünk, ami kimondottan a birkózás szabályának megfelelően zajlik, emellett mi strandbirkózás és gumbirkózás is szoktunk rendezni, ami megint csak sok ember között teszi népszerűbbé ezt a küzdősportot. Úgy tűnik, hogy most az Inében vagyunk, kinőtte most már ezt a csarnokot, ez a verseny. Mi miatt jutott-e 3 év alatt ide, hogy ennyien itt vannak itt? Köszönhetően, hogy mi is elég sok versenyre ellátogatunk, és itt kiépítünk olyan kapcsolatok, aminek köszönhetően, amikor mi meghívunk valakit, azok többnyire el is fogadják a meghívásunkat. Milyen eredményekre lehet büszke az egyesület? Ami a legutóbbi és az idei legnagyobb eredmény az egyesületünknél, az a Diák Olimpiai 3. helyezett Nagy Levente. A Diák 2 korcsoportban 10 éves fiú 3 győzelemmel sikerült ezt elérni a plusz 69 kilóban. A legtöbb sportág, a legtöbb egyesület anyagi gondokkal küzd. Önök miből finanszírozzák a működésüket? A legnagyobb részt a szülők önfelállazó hozzájárulásának, úgy anyagi, mint természetbeni, mint ahogy most is ezt a versenyt szinte csak ők szervezték és csak ők tartják most életben. Rövid és hosszú távon mik a terveik? Minél több diák olimpiai országos bajnokot szeretnénk, illetve még az idén szeretnénk olyan létszámot elérni egy-egy korcsoportban, hogy a csapatbajnokságban is részt tudjunk venni. Gondolom nem kérdés, hogy jövőre ismét megrendezik ezt a versenyt. Igen, természetesen már egy nagyobb helységben. A 3. helyen végzett a Kölcsey Díjese a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában. Hadobás István együttese 13 győzelem és egy döntetlen mellett 4-szer szenvedett vereséget. Én azt gondolom, hogy az eredményjelző, illetve a tabella soha nem hazudik. Nyilvánvalóan szerettük volna mi megnyerni ezt a bajnokságot, de olyan sok nehézséggel küzdöttünk a tavaszi idényben. Elsősorban gondolok a rengeteg sérülésre, az irányítónk csak most az utolsó fordulóra nyerte vissza régi jó formáját, rajta kívül is néhányan nagyon komolyan megsérültek, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan nehezítő körülmény volt, ami lehetetlenné tette, hogy feljebb végezzünk, de őszintén, ha valaki nekem az idény előtt azt mondja, hogy mi végig harcban leszünk az aranyéremért, és végül bronzot szerzünk, simán aláírtam volna, és hát tegyük hozzá ez a jubileum 25. idényünk az NB2-ben, ami példa nélküli a magyar kézilabda történetében, én azt gondolom, hogy méltóképpen ünnepelhetjük ezt a szép kerekszámot. Nagyon sokáig veretlen volt a csapat, aztán felcsillant az aranyérem lehetősége is, rakott ez esetleg egy pici nyomást a lányokra. Az a baj, hogy rögtön a tavaszi szezon első mérkőzésén Hajdúböszörményben szó szerint megvertek bennünket. Az irányítómat az első percben kiütötték, aki elájult, a többieket is halálosan, szó szerint fizikailag megvertek bennünket, és ez nagyon komoly nyomokot hagyott részint sérülésben, másrészt pedig maga a körülmények miatt, úgyhogy ez semmiképpen nem volt egy igazán jó kezdés, és utána jött még hozzá néhány másik komoly meghatározó embernek a sérülése is, úgyhogy ezek tulajdonképpen lehetetlenné tették, és hát hozzáteszem, volt 2 mérkőzésünk, amiről nem tudok elszámolni a játékvezetés miatt. Mind a 2 mérkőzésen hát olyan durva, megalázó helyzetbe hoztak bennünket a játékvezetők, ami méltatlan volt a sportág szelleméhez. Nőtte valamelyest a bajnokság színvonal az elmúlt évekhez képest? Én azt gondolom, hogy 2 része szakadt a mezőny, vagy talán 3-ra. Az első 3-4 csapat én úgy gondolom, hogy kiemelkedett, és nagy örömömre mi is ide tartoztunk. Hozzáteszem, tavaly 5-ek voltunk, tehát ez ismét egy komoly előrelépés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó színvonalú volt, viszont még egyszer hagy erősítsem meg, hogy a játékvezetés az méltatlan ehhez az NB2-es bajnoksághoz. Valami kritikán aluli játékvezetésekkel találkoztunk, nyert meccsen is, veszített meccsen is, és egy-egy szoros találkozón 1-2-3-4-5 főleg szándékos, tendenciózus játékvezető ítélet az egész év munkáját tönkreteszi, és én most 2 mérkőzésen, a Balmazújvárosi hazai és a Debrecen idegenbeli mérkőzésen ennek a szenvedője voltunk. Hogyan szerepelt a junior csapat? Remekül. Megnyertük a tavaszi idényt veretlenül, megvertük a Balmazújváros csapatát is, aki egyébként csak ezen az egy mérkőzésen kapott ki, úgyhogy
nagyon nagyszerűen, minden várakozás felülmúlóan jók voltak a lányok, és ez az ezüstérem azt hiszem, hogy a Kölcsei legfényesebb lapjaira tartozik, vagy méltó, mert nagyon-nagyon szépen játszottunk. Komolyan mondom, nem vártam ilyen szép fejlődést a junioroktól. A Kölcsei diákcsapat lévén minden évben, minden tanév végén elveszít néhány játékos, most mi a helyzet? Sajnos ez mindig így van, de hát ezt én már megszoktam a hosszú idő alatt. Most is az utolsó mérkőzés előtt három nagyszerű játékosunkat búcsúztattuk, akik ballagtak, érettségiztek, bár lehet, hogy nem helyes a búcsúztatás kifejezés, mert közülük én remélem, hogy egy-két ember esetleg visszajátszhat majd annak ellenére, hogy nem a Kölcsei padjait koptatja, de ha Nyíregyházára veszik fel az egyiküket főiskolára, akkor mindenképpen számítok rájuk, vagy rá. Tehát remélem, hogy ebből lesz valami, illetőleg két másik játékosunkat búcsúztattuk, Szabó Valit, aki a Kölcsei gimnázium hosszú évek óta egy nagyon meghatározó játékosa, ő nagyon-nagyon régen a Kölcsei mezében teljesít, nagyon szuperül, egy nagyon rendkívüli játékos és egy rendkívül jó ember volt, én nagyon sajnálom, hogy családi okok miatt most ő abba hagyja, illetve a kapusunk Simai Olgi pedig Budapesten a testnevelési egyetemen tanul, és nem tudja összeegyeztetni a tanulmányaival természetesen 250 kilométerről, úgyhogy őre nem számíthatunk, viszont a juniorokból nagyon tehetséges játékosok vannak, elég, ha csak a kapusunkat mondom, akit most menet közben mezőnyjátékosból neveltem át kapusnak, és olyan rendkívüli teljesítmény nyújtott már az utolsó néhány mérkőzésen, hogy mondtam is neki, hogy jövőre a felnőtt csapatba helye, és rajta kívül van még egy Rabina énezünk, és a felnőtt csapatban is a magunk megmarad, úgyhogy én azt hiszem, hogy bizakodva várhatjuk a jövőt. Meddig maradnak edzésben a lányok? Most még mindenképpen levezető edzések vannak, illetőleg lesz egy junior kupa, a Szabolcs kupa, amire készülünk, és ott a junior csapatunk fog játszani, illetve tervezek egy nagyszabású Kölcsei is kézilabda gálát. Június 4-én az 1978 és 2016 között Kölcsei is csapatokban szereplő játékosoknak szervezek egy hatalmas találkozót, ahol hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon népszerű és nagyon-nagyon híres játékosok is lesznek majd. Volt válogatottjaink, mai napig is, akik itt sportolnak. Tehát egy ilyen óriási, tulajdonképpen emlékező összejövetel lesz ez, ahol lesz egy kis játék is, elbeszélgetünk fel, elevenítjük a múltat, beszélünk a jövőről, és hát egyáltalán megemlékezünk arról, hogy ide tartozunk ehhez a Kölcsei családhoz. Az első helyen fordultatok, aztán a harmadik helyen végzett a csapat. Te mennyire vagy elégedett ez a bronzéremmel, mennyire volt nehéz ez a tavasz? Nagyon nehéz volt a tavasz, mivel a téli felkészülés során nagyon sok sérültünk volt, és amiatt nem tudtunk teljesen belerázódni a kezdetbe, és sajnos elveszítettünk 4 mérkőzést, ami miatt a harmadik helyen végeztünk, de úgy érzem, hogy nagyon büszkék lehetünk erre a harmadik helyre is. Milyen az a társaság, mint játékudásban, mint közösségi szempontból? Nagyon jó ez a csapat. Mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer egy ilyen közösségben legyen, és belekerüljön. Nagyon szeretjük egymást, és nagyon jó velük dolgozni, mint a junior játékosokkal, mint a felnőtt játékosokkal. A saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett? Hát sajnos nekem is volt egy sérülésem, emiatt az elején annyira nem ment úgy a játék, viszont pont az utolsó mérkőzésem volt az, amikor már felszabadultam, tudtam játszani. Úgyhogy felemás a tavaszi idényem, úgy érzem. Milyen folytatása lehet számítani a következő szezonban? Már még nagyon messze van, és változások is lesznek, de hát azért nagyon sokan itt maradtok. Igen, hát mindenképpen az MB2-ben szeretnénk folytatni, és úgy érzem, hogy meg szeretnénk itt is, az első háromban szeretnénk maradni jövőre is. Ezüstérmet szerzett a nyíregyházi kosárlabda csapat Debrecenben, a fiú kadettbajnokság országos döntőjében. A Pető Ákos és Bocskó Ádám által irányított együttes 3 győzelemmel és 1 veresége jutott a fináléba, ahol 80-63-ra kikapott a Vasas Akadémia csapatától. Egyértelműen négybe szerettünk volna jutni, és erre reális esélyünk is volt már előzőleg is, hiszen a csapat nagyon jól összekovácsolt az évek folyamán, illetve az idei év során, illetve a 3 kulcsjátékos, Vaskó György, Mokánszki Máté és Sitku Márton már az U18-as korosztályban is megmutatta oroszlán körmeit, hiszen meccseldöntő játékra voltak képesek az egyel idősebb korosztályban is. A Debrecen elleni vereséggel kezdtétek a tornát, aztán viszont sorra jöttek a sikerek. Minek volt köszönhető az, hogy egész a döntőig meneteltetek?
csapat nagyon nagy lelkereje volt, hiszen az első meccs veresége után sem az volt a fejekben, hogy úristen, kikaptunk, hanem mindenkit meg tudunk venni, és abszolút ezzel a szemlélettel mentünk neki az utána lévő mérkőzésnek, és ez hozta meg ezt a nagy sikert. Mindenki által bravúr ezüstnek titulált ez a második hely. Milyen volt a visszajelzés a többi csapat vezetőinek a részéről? Abszolút elismerően nyilatkoztak rólunk és gratuláltak. Az ős rivális Debrecent ki szeretném emelni, hiszen ők első között voltak, akik látták, hiszen igazi tévről évre egymás mellett azonos régióban voltunk, látták, hogy hogy fejlődik a csapat, és nagyon elismerően szóltak a kulcsjátékosainkról is, akik nagyon jó teljesítményt tudtak nyújtani kritikus szituációkban. Ugye ezek a srácok többségükben 16 évesek, most korosztályt váltanak. Milyen jövőjük lehet a kosárlabdapályán? Igaz, a kiöregedő játékosok jövőre U18-asok lesznek, illetve a csapat egy része még marad U16-ban. Mindenféleképpen szerintem az U18-as csapat erős lesz. U16-ban pedig sok fiatal játékosunk lesz. Megpróbáljuk őket is szépen beépíteni, ugyanúgy, ahogy a kiöregedőket az U18-ba, esetleg már az U20-ban is megpróbáljuk, hogy bemutatkozzanak. Az ezüstérem mellé egy egyéni elismerést is kapta, beválasztottak a torna válogatottjába. Te hogyan értékeled ezt a döntőt, hogyan láttad ezt az öt meccset belülről a pályáról? Hát én úgy gondolom, hogy a csapat mindent megtett, és ez egy nagyon szép eredmény. Tényleg itt kifizetődött a munkánk, egész éves munkánk, és hát én gratulálok a csapat többi tagjának is ez az eredményhez. Melyik volt a legnehezebb meccs az öt közül? Én úgy gondolom a Fehérvár elleni meccs egy nagyon kemény meccs volt, tehát egy pontos győzelem volt, végig egál meccs volt, úgy gondolom az volt a legnehezebb. Rád nyáron vár egy válogatott feladat, Szófiában rendezik a B csoportos U16-os Európa-bajnokságot. Hogy néz ki a felkészülési időszak, mi a nyári program? Iskola után van egy hét pihenünk, és utána kezdjük, Székesfehérváron lesz az egész, és talán augusztus 5-én kezdődik az Európa-bajnokság, és augusztus 8-áig tart. Hova lehet ezt a mostani U16-os válogatottat pozícionálni ebben a mezőnyben? Hát én úgy gondolom, hogy egy elég jó korosztály, sok jó játékossal, és hát remélem minél jobb eredményt tudunk elérni a B-divízióba, és esetleg egy feljutás is benne van. Sithumathról egyetemben te is bekerültél a torna válogatottjába. Te hogy láttad, hogy értékled ezt az öt mérkőzést, ami végül is az ezüstéremig vezetett? Próbáltuk kihozni a csapatba a maximumot, ez úgy gondolom, hogy sikerült ezzel a második helyjel. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, ezt elértük eddig a legjobb címünket értük el a csapattal. Büszke vagyunk az egész csapatra, az egész éves munkánkra. Szeretném megköszönni az egész éves munkát az edzőknek, a szülőknek, a szurkolást. Szóval szerintem egy sikeres országhoz zárhattunk. Mi az erőssége ennek a csapatnak? Mivel jutottatok el a döntőig? Szerintem a magas szerkezetünkkel, meg hát a kezdő ötösünk az elég kőkemény zónába beállt, és abból szerintem sok csapatnak gondot tudtunk okozni az egész torna folyamán. Te már kaptál meghívást a válogatott keretbe, akkor jól tudom, sérülés miatt nem tudtál oda kerülni. Most ez a teljesítmény meg az All-Star tagság hozzásegíthet-e az, hogy ott legyél esetleg az EB-re készülő keretben? Én nagyon remélem, hogy be fognak hívni, hát ez majd az edzőkön fog múlni. Én megtettem mindent, amit tudtam ebbe az öt meccs során. Ez nem rajtam múlik most már innentől kezdve. Mikor a döntőről beszélgettünk, azt mondta, négy közé szeretnétek jutni, ezt túlszárnyalta a csapat, döntőt játszottatok. Minek köszönhető szerinted? Szerintem annak köszönhető, hogy lebecsültek az ellenfelek, és azt hitték, hogy minket egy 10-15 ponttal megvernek, mert utolsó helyzetként jöttünk be, és a csapat pedig felszívta magát, és sikerült a döntőbe jutni. Melyik volt a legkönnyebb az öt meccs közül, és melyik a legnehezebb? Igazából egyik meccs sem volt olyan nagyon könnyű, talán a Szeged elleni 30 pontos győzelem annak mondható, de az is végig figyelni kellett, és végig kontrollált mérkőzés volt. A legnehezebbnek szerintem a Dávid Kornél elleni mérkőzés volt az elődöntő. A csapat abszolút kulcsembere vagy, neked hogy ment a játék, hogy érzed? Jól ment a játék, de sose vagyok elégedett magammal. Talán Szeged elleni meccs volt a legjobb, ugye ott 38 pontot dobtam. Te is kiöregszel ebből a korosztályból, mik a terveid, elképzeléseid a kosárpályán? Ugye minél magasabb szintre szeretnék kerülni, és ugye jövőre junior korosztály, és ott szeretnék minél jobb eredményeket elérni, aztán meg ki tudja, hogy mi lesz utána. Elvesztette az amatőr nemzeti bajnokság döntőjének első mérkőzését a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, az MTK Budapest otthonában kapott ki 91-52-re. Csodát nem vártunk, de ezért valamivel jobb játékra számítottunk. Hát az igazság, hogy kijött az MTK-i, igen, mi döntőt játszunk, és mi ezt meg akarjuk nyerni. Kijött az én csapatom, a rózsaszín köd, ú, de jó, mi döntősök vagyunk, biztos ezüstérmesek, mi, amit eddig kellett, azt mindent megtettünk, tehát közel se volt meg az a
tűz, az a lendület, mint ami megvolt a Tatabánya vagy a TF elleni mérkőzés előtt. Sajnos egy egész fél időt így tudtunk le. Megmondom őszintén, olyan volt, mint hogy elfelejtettük van kosárlabdázni ezzel alatt az időszak alatt. Semmi nem jött össze, tehát a helyzeteinket kihagytuk, a védekezésnél minden egyes 2-2-t rosszul váltottunk el, vagy el se váltottunk, egyszerűen hagytuk, hogy lazán kintről dobjanak. Az tény is van, hogy az MTK olyan 100%-ba dobott, amit azért minden csapat megirigyelt volna, de hát ugye ehhez kellettünk mi is, akik maximálisan pontatlanul oldottunk meg a feladatainkat. Egy kis félidei beszélgetés után kicsit azért realizálódtak a dolgok, és a másik fél időben már helyek közel partnerei voltunk ennek a csapatnak, hogy a másik fél időt 5 ponttal buktuk el, ami azt mondom, hogy azért is jó, mert ugye ahogy az MTK is cserélte be az ő saját csere játékosait, ugye a negyedik, negyed, második felébe mi is felküldtük a mi fiataljainkat, hogy szokják ennek a mérkőzésnek a légkörét. Ugye azt mondom, hogy a harmadik negyed volt az, ami egy igazi kiérezett küzdelmet hozott, ahol mi is képesek voltunk kosárlabda, az negyedik negyedben pedig alapvetően mindenki már játszott azokat a játékosait, akik ott voltak a mérkőzésen, hogy mindenki úgy fejezze be azt a mérkőzést, hogy pályára tudtunk küldeni mindenkit. Az MTK szombaton minden bizonnyal le akarja zárni a párharcot. Van-e itt esélye a nyíregyházi csapatnak a Szent Imre gimnázium csarnokába, ahol azért otthon lesztek, hogy megnézítse az MTK dolgát, vagy esetleg kiharcolja a harmadik meccset is? Ez az MTK, ez egy nagyon jó csapat. Tehát most mindegy, hogy honnan nézzük. Tehát ízig vérig profik. Tehát ez egyértelműen látszott ezen a fönti mérkőzésen is. Ettől függetlenül én olyan remélem, hogy ettől sokkal jobb mérkőzést játszunk, és azért legalább ellenárásra kényszerítjük az MTK-t, hogy végig kelljen küzdeni a mérkőzésen, az legyen, hogy az első negyedben eldöntötte a mérkőzést, és onnan hátra dőlve nézegeti, hogy mi ugyan már mit fogunk a pályán csinálni. Tehát egyértelműen készülünk a visszavágóra, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy a hazai közönségnek azért egy olyan játékot kell mutatnunk és produkálnunk, hogy valóban lássák, hogy igen, mi ezt a döntőt, ezt megérdemelten harcoltuk ki, és nem az a játék jellemző ránk, amit fönt Pesten láttak, hanem azt, amit mi hazai környezetben mindenféleképpen megpróbálunk egy szoros mérkőzést játszani. Nagyon remélem, hogy ez össze fog jönni. Természetesen nincs könnyű dolgunk, ugye, mert ahogy a bajnokságban nem igazán voltak sérültjeink, itt a végére az egyre több sérültünk van, tehát ugye a Lizár Kitti még mindig nem fog játszani, és sajnos a Hidas Réka is megsérült a kadett B döntőn, tehát kapott egy akkora ütést, hogy egy nyakverevítőt kell per pillanat hordania. Hál' Istennek nem súlyos a sérülése, de ez azt jelenti, hogy a következő mérkőzésen nem tudjuk használni. Ez azt jelenti, hogy még egy fiatalabb játékos kell bevetnünk erre azokra a mérkőzésekre. De én úgy gondolom, hogy semmi gond, elvégre mégiscsak a jövőt próbáljuk építeni. Legalább ezek a játékosok is látják, hogy milyen közegben kell esetleg jövőre szerepelniük ebben a bajnokságban. És én úgy gondolom, hogy itt ennek egy kosárünneknek kell lennie a szombaton, bármi is történik. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de remélem, hogy egy nagyon jó mérkőzést látunk, ami a nézők örömére fog szolgálni, és valóban olyan buzítást fogunk kapni, mint az előző mérkőzéseket. Csak úgy gondolom, hogy a lányok is sokkal keményebben oda fogják tenni magukat. A 9. helyen zárták a szezont a Szuperligában a nyíregyházi tekézők. Az NTK a 12 csapatot felvonulható legmagasabb osztályban 8 győzelem mellett 14-szer szenvedett vereséget. Mindenképpen úgy indultunk neki ennek a bajnokságnak, hogy a kiesést azt szeretnénk elkerülni, és ennek tükrében úgy gondoltuk, hogy reálisan a 8.-10. hely környékére tagsálható volt ez a nyíregyházi csapat. Esetlegesen kis szerencsével akár a 7. helyet is megcélozhattuk volna, de ez most sajnos nem jött össze. Végülis azt lehet mondani, hogy az utolsó fordulókba dőlt el, hogy csupán a 9. helyre tud felkapaszkodni a csapat, bár hozzáteszem, hogy egész szezonban igazából nem voltak kiesési problémáink, azonban hiába értük be a Kaposvárt pontban, de sajnos rosszabb szett arányjal mögöttünk végeztünk, és az utolsó fordulóban, mivel a Vasasszonyfa diadalmaskodni tudott a Kaposvár otthonában, így a Vasasszonyfa is előttünk végzett, úgyhogy azt lehet mondani, hogy könnyen akár 2 helyet is előrébb léphetünk volna, de úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem csalódás ez a 9. hely. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen stabil évet zárhatunk úgy klubszinten. Voltak szomorú hazai vereségeink, idegenben 1-2 remélt győzelem helyett vereség, de úgy gondolom, hogy hazai pályán óriási bravúr volt először a Ferencvárost néhány fával megverni, majd pedig a győri
nagy világbajnokkal felálló csapatot megverni, úgyhogy ezek mindenképpen olyan mérkőzések voltak, amik igencsak emlékezetesek maradtak jó néhány játékosunk számára. Mennyire nyújtottak ki egyensúlyozott teljesítményt a játékosok? Voltak-e nagyobb hullámvölgyek, hullámhegyek a szezon során? Természetesen, mint hosszú a szezon, mindenkinél vannak azért hullámvölgyek. Hozzáteszem, hogy talán a Szlovenszky Tibor teljesítménye volt ebbe az évben a legkiemelkedőbb. Ő azért a közel 600 fás teljesítményeket hozta a hazai pályán mindenképpen, és idegenbe is megközelítette ezt a teljesítményét. Mellette még talán a Hakker Dezsőnek volt nagyon jó szezonja, aki a végére, ezt lehet mondani, egy kicsit elfáradt, és hozzáteszem, hogy tényleg jó magam végeztem, azt hiszem, a harmadik helyen az egyéni rangsorban, de mellettem volt szorosan Mogyolósi Peti, a Kastura Zsolti, a Szegő Levente, Ráski Jancsinak is voltak olyan nagyszerű mérkőzései, hogy tényleg azt lehet, hogy mindenkinek nagyon sok pozitív eredménye volt ebbe a szezonban. Egy-két hullámvölgy természetesen mindenkinél akad, de én úgy gondolom, hogy összességében csapat szintjén nagyon összeérett csapat benyomását keltett a Nyíregyházi Tekeklub, és úgy éreztük, hogy nagyon sokszor tudtunk egymásért küzdeni, ami ez volt úgy gondolom, hogy a legfontosabb, és ami még nagyon fontos volt, hogy ismételten már hazai pályán, most már második szezonunkat tudhattuk le, második teljes szezonunkat, és egyre jobban ízlik nekünk a hazai pálya, egyre jobb eredményeket tudunk elérni, és mint ahogy azt mondtam, akár a Ferencváros, akár a Győr ellen is olyan párharcokat tudtunk felvenni ellenük, hogy már ilyen nagy csapatokat is tudtunk megverni hazai pályán. Várható esetleg valamilyen változás a nyári szünetben a keretben, azaz lesznek távozók, hogy lesz-e távozó vagy érkező? Előláthatólag nem lesznek távozóink, mint ahogy érkezőkkel sem nagyon tudunk számolni. A Nyíregyházi Tekeklub mindig is elvében azt vallotta, hogy megpróbálunk nyíregyházi kötődési játékosokkal felállni, illetve Nyíregyházához közel lévő játékosokra alapozni, gondolok itt a kérdésre, a Szegő Leventére, akik például a Dezsőnek a főiskola volt annak idején a felsőoktatási intézménye, tehát neki is komoly kötődése van. Mivel nagyon messze vagyunk, azt lehet mondani, a fővárostól, ezért nehéz nagy neveket igazolnunk. Meg inkább azt mondom, hogy a pénzügyi lehetőségeink nem teszik ezt lehetővé, hanem inkább saját vízzel szeretnénk főzni, és úgy gondoljuk, hogy magunkat kell új pallérozni, hogy minél jobb eredményre legyünk képesek, és ettől úgy gondoljuk, hogy mivel nagyon komoly kötődésünk van Nyíregyházához, ezért valóban szívvel, lélekkel tudunk úgy a csapatért, mint a városért küzdeni, és talán ez lehet a jövőre is nézve az egyik legerősebb fegyvertényünk. Harmadik szuperligás szezonját a 9. helyen zárt a Nyíregyházi Tekeklub együttese, annyi különbség az elmúlt évhez képest, most bővebb ment a mezőny. Ha a kezdés előtt ezt a helyezést felajánlják, aláírtátok volna? Természetesen a legfőbb célunk minden évben az, hogy a szuperligában maradjunk, és ezt a tervet tudtuk teljesíteni. Gyakorlatilag a 10 fős mezőnyhez képest gyakorlatilag ugyanazon a helyen végeztünk. Akkor hetékek voltunk, most 9 a 12-ből. Milyen volt a színvonal ennek az idei bajnokságnak? Voltak-e meglepetések, voltak-e olyan csapatok, olyan meccsek, amelyek nagyobb erőkifejtéssel készítettek benneteket, mint ahogy vártátok? Természetesen a legnagyobb meglepetés a Szolnok, az újonc felkerülő Szolnoknak a negyedik helyezés, ez gyakorlatilag nemzetközi kupaszereplésre jogosító helyet értek el, és a Vasasszonyfa dunántúli feljutó is simán gond nélkül benn maradt. Tehát ez meglepő volt. Ha egy meccset ki kell venni, az összes közül melyik volt az, amelyikre a legjobb szívvel emlékszel vissza? Talán a Péti mérkőzés, ahol az idén legjobb eredményét értem el, idegenben 622 fát. Egész éves teljesítményed, de mennyire vagy elégedett, mennyire volt kiegyensúlyozott? Természetesen maximalista vagyok, jobb eredményt is elérhetünk volna, de az idegenbeli átlagom és a hazai átlagom is a csapatban a legjobb, úgy tulajdonképpen meg vagyok elégedve az ez évi teljesítményemmel. Viszont alig vagy elégedett a közelmúltban befejeződött vidékbajnokságon elért helyezéssel, hiszen nem sokkal ugyan de lemaradtál a továbbításról. Igen, Bátonterényén hétvégén rendezték a kelet vidékbajnokságot. Nagyon színvonalas volt a rendezvény. 9 darab 600-as eredmény született. Tudtuk az elején, hogy 10 fő jut tovább a 40-ből, és 600 alatt nem lehet tovább, be is igazolódott. Sajnos nekem a szenzációs teli eredmény után a tarolásom gyengében sikerült, pedig korábban azért ez volt a főbb erényem, és így sajnos nem sikerült a továbbjutás. 584-es eredményem nagyon jó, de ehhez a szinthez kevés volt. Egy picit előre tekintünk, mit lehet tudni már a jövő szezon Nyíregyházi Tekeklubjáról?
Gyakorlatilag változatlan létszámmal fogunk nekivágni a következő évnek. Remélem, hogy ifjúsági szinten tudunk valamit javítani, mert fokélyes egy kicsit az ifi utánpótlásunk, és ez sajnos a legutolsó mérkőzésen egy fővel tudtunk csak kiállni, tehát mindenféleképpen ifit kell szereznünk. Ennyi fért a mai sportszeretbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!